A mérkőzésen a tavasszal eddig gyengén szereplő fehérvári labdarúgók joggal bizakodhattak benne, hogy csapatukról sorozata a Kaposvár elleni hazai mérkőzésen szakadhat meg. A somogyiak vezetőedzőjének Kruckner Lászlónak ugyanis már az első félidőben rögtön két kényszerű cserét kellett végrehajtania. Aztán a baj bajt követett, ugyanis a második játékrészben a Fehérvár büntetőhöz jutott, miután Kovács kapus ütközött szabálytalanul a kiugró csatárral, és a rögzített helyzetből Horváth Ferenc hosszú idő után először örvendeztetette meg a sóspói stadion közönségét. Alig, hanem mégsem ez a 11-es marad meg Marian Vlaka hazaiak trénerének emlékezetében, hanem az, amelyet Szabó Sándor játékvezető a kaposváriak javára ítélt meg, mindössze 6 perccel később, és amely után a hazai kedvenc Kuttora kiállítás sorsára jutott. Újabb néhány perc elteltével a Rákóczi a vezetést is megszerezte, Olá lőtte ki a kapu jobb alsó sarkát. Az egyenlítés már nem sikerült a Fehérvárnak, így a következő a sereghajtó Vác elleni idegenbeli meccsre marad a javítás lehetősége.